Még a nagy melegben is vannak, akik kerékpára pattannak és megteszik a nagy Kálló-Kálósemény közötti utat. Az előző években kiszélesedett a megyében a településeket összekötő kerékpárút hálózat. Itt különösen fontos, hiszen Mária Pucs irányába a Mária Zarándokút turisztikai szakasz is. A jelenlegi uniós forrásokból az úgynevezett fenntartható települési közlekedés fejlesztési területen pályázhattak az önkormányzatok kerékpárutakra. A település belterületén is meg fog valósulni a kerékpárút. Mindösszességében majd 2,6 kilométer lesz szakaszon fog megvalósulni. Egységes kerékpárút és járda, valamint nagy örömünkre szolgál az, hogy 2 darab gyalogátkelő helyet is tudunk ennek a keretein belül biztosítani. A pályázatunk tekintetében azt tudom elmondani, hogy több mint 355 millió forintból fog megvalósulni ez a beruházás. Egy széleskörű lakossági egyeztetést kezdeményezünk a közeljövőben, hogy a lehető legoptimálisabb nyomvonalat tudjuk kialakítani a település belterületén, ami a helybelieknek, hogyha mondom azt, hogy a Kossuth utca, a távolabbiaknak pedig azt mondom, hogy a Nyíregyházát Nyírbátorral összekötő főútról van szó, akkor ez mindenkinek szerintem nyilvánvaló lesz. Kálósemlében sokan kerékpároznak, most még a forgalmas közút szélén, de a bicikliút biztonságot nyújt majd, ha megépül. Mi nagyon sokat járunk ugye biciklivel, és nekünk ez biztonságot nyújt a biciklizéshez, tehát hogy bicikliút legyen, hogy tudjunk biciklizni. A kálóseményi beruházás jövőre indulhat el. Az uniós támogatásból második körben 21,9 milliárd forint jut a fenntartható közlekedés feltételeinek javítására. Ebben olyan beruházásokra, utaképítésére, korszerűsítésére juthat forrás, ahol a településeken a belterületi környezetszennyezés, zajterhelés csökkentését is el lehet érni. A településeken a kerékpárutak létesítésénél fontos, hogy a már meglévő hálózatba bekapcsolódjanak. A kiépítettséggel pedig tovább növelhető az olcsó, környezetbarát kerékpáros forgalom.